Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Drábik János, aki megtisztelt bennünket, és itt van velünk a stúdióban. Újdonság volt a Mayer-Amstel-Bauer 25 pontja. Ekkor már azért Rothschildnak hívják őket. A jelenlévők egyesített vagyonának az ügyes manipulációjával lehetővé válik olyan kedvezőtlen gazdasági viszonyokat létrehozni, amely a munkanélküliség által a tömegeket az éhezés szélére sodorja. Azt mondta, hogy a tudományos viták folytatása helyett az erőszakot és a terrorizmust kell eszközként használni. A politikusokat úgy kell befolyásolni, hogy vállalják fel a tömegek félrevetetését. Mindezt úgy kell végrehajtani, hogy láthatatlannak kell maradni. A 8. pontban arról beszél, hogy az ifjúság korrumpálására alkalmazni kell ügynökségeket, az alkoholfogyasztás, kábítószerfogyasztás, az erkölcsi züllés és romlottság minden formájának az elégségítése, hogy az ifjúságot kontroll alá tudják venni. A sajtót propaganda célokra kell használni, át kell alakítani. Nem a tájékoztatás a feladata, a propaganda a feladata. 13. arról beszélt, hogy el kell hitetni a tömegekkel, hogy ők bűnözőknek az áldozatai. Majd a rendet azonban helyre kell állítani, de mi leszünk a megmentők, akik majd a jogtalanság helyett az igazságosság rendjét helyreállítjuk. Pénzügyi pánikot kell előidézni, és az éhínséget a tömegek ellenőrzésére kell használni. 17. arról beszélt Mayer-Amstel, hogy szisztematikusan használni kell a megtévesztést, magasröptű frázisokat és népszerű jelszavakat kell hangoztatni.